80-as évek elején, amikor én még kisrác voltam, nem volt olyan ország, ahol ne istenítették volna a magyar Rubik Ernő fantasztikus találmányát, a bűvös kockát. Pontosan emlékszem, olyan értékes, kemény valutának számított külföldön, mint egy zsák téli szalámi, vagy mondjuk a Trapper Farmer. A bolgár tengerparton például Stender szoba helyett lakosztályt adott a portás, ha pult alatt egy valódi magyar Rubik kockát kapott. A kocka atya Rubik Ernő, aki pedig igazán nem szereti a nyilvánosságot, hosszú évek után most ismét kamera elé állt és interjút adott az Aktívnak. Egy kocka, ami meghódította a világot. Erre rakjuk az elemeket. Egy magyar találmány, amit mindenki ismer. Egy játék, amiből a 80-as évek elején több millió darabot adtak el évente. Ez az eredeti nevén bűvös kocka, Rubik Ernő mérnök találmánya. Mi lehet a titka? Én is szeretném megtudni, most egy ideje foglalkozom is ezzel a kérdésen. A bűvös kocka atya, bár a világon szinte mindenki ismeri, zárkózott ember, ritkán nyilatkozik a sajtónak. Az Aktívval azonban most kivételt tett, és elárulta például, hogy a mai napig nem tudja, miért lett ekkora siker a játékának. A Rubik kocka útja 1975-ben kezdődött. Az akkori szocialista játékgyártás nem hitt benne. Aztán 79-ben a Nürnbergi játékvásáron elindult világhódító útjára, és még ma is szinte a világ valamennyi játékboltjában kapható. Népszerűségén az utóbbi években sokat lendített, hogy meghódította Hollywoodot is. I can do it. No, you can't. No one can. Will Smith a szerep kedvéért még külön órákat is vett profi kocka forgatómesterektől. Körülbelül 12 órán át tanultam, melyik sort merre kell tekerni, aztán még vagy 48 órát gyakoroltam. És Wally, a kedves robot is Rubik kockával játszik, igaz, a film rendezőjének fogalma sincs a kocka eredetéről. A film elején Wally egy játékot mutat a barátjának, egy bűvös kockát. It's a magic cube. Igen, a Rubik kockát. Tudta, hogy ez egy magyar játék? Nem. A játék feltalálója Rubik Ernő. Rubik Ernő. Zenészeket is megihletett már Rubik Ernő találmánya. A legújabb tervek szerint pedig a Dunaparton épül majd fel egy Rubik kocka formájú múzeum, ami a magyar találmányokat mutatja be.